A férfi kosárlabda NB1B zöld csoportjában szereplő Esterházy SC a bajnokság 20. fordulójában az Agrofid Uni Győrt fogadta. Az egriek lényegében uralták az összecsapást, az első negyedben 23-15-ös vezetést szereztek, majd a másodikban is folytatták jó sorozatukat, és a nagyszünetben 41-25-ös egri előnyt mutatott az eredményjelző. A következő játék részre fordult a kocka, följavultak az ellenfél addig többet hibázó húzó emberei, de a záró felvonást így is 65-56-os vezetéssel kezdte meg a hazai csapat. A győriek fokozatosan csökkentették hátrányukat, és másodpercekkel a mérkőzés vége előtt a vezetést is átvették. Szűk 3 másodperccel a vége előtt az egriek visszaszerezték az előnyt, azonban nem tudták megtartani. A győri időkérés után egy hiba elég volt, hogy 81-80-ra a vendégek nyerjék a találkozót. Az egriek szombaton a Pénzügyőr csapata ellen hazai környezetben szakíthatják meg 6 mérkőzéses vereség sorozatukat.